Harika osztály, osztályfőnök Rádújné Nagy Zsuzsanna, Ábri Lolita Jászmin, Anga Napsugár, Balázs Rajmund, Balog Emil, Bodon Krisztián Bence, Krenkó Vilmos, Györfi Szilárd, Horváth Amanda Bella, Horváth Arabella, Huszár Dorian, Kóti Róbert, Kovács Virág, Lakatos Erika Szonya, Lakatos Kiara Éva, Mezei Márk, Mirkó Rebeka, Nyánku Levente, Utasi Anita, Utasi Levente, Utasi Roland, Vadász Gina, Vadász Rafael József. Nyolcadik B osztály, osztályfőnök Táncos Enikő, Ábri György Gergő, Balog Fruzsina, Borsi Lajos, Botos Rudolf, Búrján Edina, Fehér Gréta, Gál Emese, Györfi Mirella Edina, Kató Bence, Kóti Attila, Lakatos Sebastian, Pente Zoltán, Szabó Zsanett, Takács Botond, Toma András, Vadász Delfina, Váradi Áron, Varga Krisztián, Varga Laura, Vaskó Anita Mária. Nyolcadik C osztály, osztályfőnök Molnáné Balla Gyöngyi, Alacs Panna Valéria, Balázs Barnabás, Balog Bernadett, Balog Bíborka, Balog Szabolcs Brandon, Boros Tekla, Csipkés Larina, Dankó Dominik, Fazekas Kolett Jászmin, Jeles Ádám, Komjáti Levente, Kóti Axel, Maros Panna, Munkácsi Szabolcs, Nagy Olivér, Pente Boglárka Eszter, Rácz Réka Blanka, Reznek Lili, Soltész Máté, Szakácsi Márkó, Volosi Nóczki Milán. Nyolcadik D osztály. Osztályfőnök Katona Zoltánné Veres Ágnes, Balog Anasztázia, Balog Anita, Bancsók Máté Brandon, Erdélyi Enikő, Horváth Márk Tamás, Horváth Adrien, Horváth Amanda Melinda, Lakatos Kamilla Sára, Pap Catherine, Pente Ramona Evelin, Rézműves László Rajmund, Ruha Simonetta Éva, Ruha Virginia, Szabó Virág Anasztázia, Tóth Gergő László. Tisztelt ünneplő közösség! A Tiszavasvári Kabai János Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak ballagási ünnepélye és a tanévzáró ünnepségünk alkalmából szeretettel köszöntöm kedves meghívott vendégeinket, az egyházak képviselőit, a szülőket, az iskola pedagógusait, alkalmazottait, tanulóit. Külön tisztelettel köszöntöm Szőke Zoltán polgármester urat, Petruska... Petruskáné dr. Legeza Tíme aljegyzőasszonyt, Takács Mihály címzetes igazgató urat, Víg Csabát, a Váci Mihály Gimnázium intézményvezetőjét,
Karászi Ágnest, a Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjét, Balázsi Csillát, a Kabai János Alapítvány kuratóriumának elnökét, Kerezsi Zitát, a Szülői Munkaközösség elnökét, és a Ballagó 8. osztályos tanulókat. Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a virágok átadására az ünnepség után lesz lehetőség. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Benedek Hasszán, 7. osztályos tanuló szavalata következik. Szabó T. Anna, útra való. Bátorság, indulj, meg ne torpanj. Ne kérdezd, hogy célod hol van. Kös könnyű kendőt, kös sarut. Ki tudja, meddig visz az út. Ha minden lépés élvezet, tám mindegy is, hová vezet. Csak lélegezz, csak lépj, és ennyi. Szívdobogásra menni, menni. Vidd, ami kell, kevés elég. A tűz, a föld, a víz, az ég. Aki ismeri önmagát, útvesztőiből is égre lát. Nem baj, ha körbe-körbe jársz. Aki vár, úgy is rátalálsz. Úgy is rátalál, aki vár. Az út kinyit, a pont bezár. A labirintus közepe csalogat, csábít befele. Puha, fészek meleg, sötét. Kik itt talál meg, az a tét. Indulj, a többit ráthagyom. A táska leng a válladon, az ellensúlyról énekel, miközben lelked égre kell. Itt tart a földön, el ne szállj. Vedd, vidd, vidulj. Menj, meg ne állj. Ha messze jut, ha visszafut, mindig magadhoz visz az út. A Ballagó diákok nevében Reznek Lili 8. osztályos tanuló búcsúzik az iskolától. Kedves Ballagó diáktársaim, drága szülők, tisztelt tanáraim és egybegyűlt vendégek. Egy évvel ezelőtt ugyanitt álltam 7-esként. Búcsúbeszédet mondtam az akkori 8-osoknak. De most én vagyok a Ballagó diák. Tarisznyámat és virágomat fogva tudatosul bennem, hogy tényleg vége az életem egyik meghatározó korszakának. De valójában mi tartozik ebbe az életszakaszba? Honnan indultunk? Mivé váltunk? Hová megyünk ezután?
Millió kérdés, de valahogy mégse tudjuk megválaszolni. Ez talán azért van, mert nem is akarjuk. Nem akarjuk, hogy vége legyen. Nem akarjuk, hogy az iskolai barátok csak egy régi emléké váljanak. Nem akarjuk, hogy a tanterem, ahonnan minden nap vidáman jöttünk ki, csak egy teremmé változzon padokkal és székekkel. Ma lépünk ki utoljára az osztálytermünkből. Tényleg vége, pedig olyan, mintha most kezdődött volna. Visszafordítani az időt, igaz már nem tudjuk, de visszaemlékezni mindig fogunk mindegyik hasznos tanácsra, amit kaptunk. Nem felejtjük a kedves, a megható és a vicces pillanatokat, amiket átéltünk a 8 év alatt. Alsósként a folyosón sétálva sokszor nézegettük a kabais tablókat. Vajon mikor jön el az idő, hogy mi is elballagjunk? Ma már a miénk is kikerült a falra a többiek közé. De kik is vannak a tablón? Szeretett osztálytársaink és osztályfőnökeink. Számtalanok van, amiért hálásak lehetünk tanárainkra. Ők nem csak tudást adnak át, hanem formálják a gondolkodásunkat, személyiségünket. Támogatnak abban, hogy elérjük a céljainkat. Hálásak lehetünk azért, hogy inspirálnak, motiválnak minket nap mint nap. Drága szüleinknek is köszönhetünk meg annyi mindent. Ők azok, akik első lépéseinket vezették az iskola felé. Ők azok, akik mindig mellettünk állnak. A tanácsaik, bölcsességük és a feltétel nélküli szeretetük adnak erőt nekünk mindig. Szüleink nem csak szülők, hanem példaképek. Felnézzünk rájuk. Ez az utolsó közösen töltött napunk, de itt hagyunk magunkból egy darabot. Kérünk benneteket, akik még itt maradnak ebben az iskolában, hogy vigyétek tovább a kabai jó hírnevét, és becsüljétek meg az együtt átélt pillanatokat. Búcsúzunk, de nem örökre. A szívünkben megőrizzük az itt töltött idő minden percét. Kívánunk mindenkinek sok sikert és boldogságot a jövőben. Reméljük, hogy útjaink még sokszor keresztezik egymást. Fodor József szavaival köszönök el. Mi volt, emlékben él, s új vár, mint utat tova léped, s éretten az évek fényeinél. Sokat tehetsz még, annyi szépet. A 7. osztályos tanulók nevében Girincsi Bella köszönti a búcsúzó 8. osztályos diáktársakat. Kedves ballagó 8-osok! 8 szép évet töltöttetek el ebben az iskolában, ezen falak között. Eljött az idő, hogy általános iskola befejezése után más intézményben folytassátok tanulmányaitokat. Most búcsúztak tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól, tőlünk, iskolatársaitoktól, és búcsút vesztek a titkokkal teleírt iskolapadoktól, tantermektől. 6 évesen még szorongva léptétek át az iskolán küszöbét, valami új, ismeretlen világba kerültetek. Tanítóitok sok-sok türelemmel vezettek be titeket a betűk és számok birodalmába. 5. osztályban új tanárok fogadtak titeket, osztályfőnökötökkel együtt. Segítségükkel bővíthetétek ismereteitek körét. De ne feledjétek, nem csak a tananyagot tanulhattátok meg tőlük, nem csak tanítottak, neveltek is benneteket. Sokszor talán nem hittetek nekik, de mindent, amit tettek, értetek volt. Ne higgyétek, hogy csak a tanúra nyújtott számotokra ismereteket. Az óraközi szünetekben, a vakáció alatt, a délutáni és hétvégi foglalkozásokon nagyon sok olyan értékes ismeretet kaptatok, amely hozzájárult személyiségetek formálásához. Kialakultak igazi barátságok, diákszerelmek, megtanultátok, mi a versenyszellem, az összetartás, és hogyan kell kitartóan küzdeni a kitűzött célok eléréséért. Emlékezzetek az osztálykirándulások hangulatára, a farsangi vagy egyéb bulikra. Jusson eszetekbe, ahogy a torkotokban dobogott a szívetek egy-egy dolgozatírás előtt, puskázás közben vagy egy diák csinyelkövetésekor.
Azt mondják, hogy az emlék, a tudás, a megszerzett tapasztalat az ember kincse. A kiváltsága és megkülönböztető jegye is. És ennek a kincsnek csak a kisebbik részét alkotja az, amit a múltból sikernek tartunk, amire büszkék lehetünk. A nagyobbik rész a tévedések emléke, ami lehetővé teszi, hogy ugyanazt a hibát ne kövessük el újra. Kívánom, hogy a sikereitek gyűjteménye több legyen a tévedéseknél. Kívánom nektek, hogy a tiszavasvári Kabay János általános iskola falai közt megszerzett tudás, az élmények sokasága, a tanáraitok embersége, szeretete, elegendő éltető erőt adjon nektek a mindennapok helytállásához, küzdelmeihez. Az első fáradtságos éveken már túl vagytok. A célhoz éréshez azonban arra lesz szükségetek, hogy ne csak a szemetekkel lássatok, és az eszetekkel gondolkodjatok, de a szívetekkel is. Hogy észrevegyétek az életben a jót, és meg tudjátok különböztetni a rossztól. Hogy el tudjatok igazodni minden helyzetben, és a legfontosabb, hogy bízzatok önmagatokban. Az élet dal, énekeld. Az élet küzdelem, harcold meg. Az élet kaland, vállald. Az élet jutalom, érdemeld ki. Az élet élet, hát éljed. Felkérem a ballagó diákokat, hogy az iskola zászlajára osztályuk nevében kössék fel a szalagot. Hagyományainknak megfelelően a végzős diákjaink búcsúja következik. A műsorszám alatt elengedett ökoléggömbök nem szennyezik a környezetet. Tisztelt ünneplő közösség!
Rádó Zsolt igazgató úr köszönti a búcsúzó tanulókat, majd Dudásné Bódor Erika igazgató helyettes értékeli a tanév munkáját. Kedves ballagó diákok, tisztelt kollégáim, szülők, vendégek! Ebben a tanévben is elérkeztünk ehhez a szép naphoz, a ballagás napjához. Azon gondolkoztam, hogy mivel lehet kezdeni egy ilyen beszédet, mikor két ilyen kiváló tanulónk szinte mindent megfogalmazott, amit ilyenkor el lehet mondani. Azért még van mit mondanom, úgyhogy egy pár dolgot én is szeretnék elmondani, hiszen minden ballagás, azt szokták mondani, hogy ugye egyforma, csak a szereplők cserélődnek. Nekem, ha beleszámolom, ez a 35. a saját 8. ballagásomat, itt a Kabaiban. Bízom benne, hogy lesz köztetek is olyan, aki majd egyszer azt mondja, hogy én is a Kabaiban ballagtam, és mondjuk itt tanítok majd valamikor végzett pedagógusként. Mert a Kabai akkor is Kabai lesz, úgy, ahogy 60 éve ezelőtt, és bízunk benne, hogy ezután is. És igen, mindenkinek, aki ebbe az iskolába járt, büszkének kell lenni arra, hogy itt végezte tanulmányait. Ugye emlegették a lányok is, hogy bejöttetek ebbe az iskolába ezelőtt 8 évvel, kis elsősként, nézve benneteket, szaladgáltatok össze-vissza, kérdeztétek a tanítónénit, hogy merre kell menni, mit kell csinálni, és a 8 év alatt többé-kevésbé kialakultak megfelelő fegyelmi szabályok, szokásrendek. Persze a diák csínyak azok mindig előjönnek, és akkor nem is diák a diák, ha nem tesz valamilyen csínyt. Nekem is volt osztályfőnökim, higgyétek el, mi is csináltunk diák csínyt. De amikor komolyan kellett tanulni, komolyan kellett venni a kihívásokat, akkor mindenki oda tette magát. Mint ahogy most, akik itt előttem ülnek, ők is, ti is komolyan vettétek a tanulást, és befejeztétek a 8. évfolyamot. Többé-kevésbé sikerrel. Vannak köztetek olyanok, akik kiválóan, vannak, akik átlagosan, vannak, akik épp hogy csak átcsúsztak, de nem azért, mert ők nem képesek rá, ők egy kicsit lusták voltak. De az életben nem lehet lustának lenni, hiszen ha kikerültök most a középiskolába, egy teljesen új közegbe, ahol új tanárok, új közösség, új barátok lesznek körülöttetek, ott is helyt kell állni. És ez még mindig csak egy második fokozat az életben, abból a nagybetűs életből, mert a harmadik, amikor majd innen szakmát szereztek a középiskolából, vagy tovább mentek egyetemre, főiskolára, amikor egy nehezebb időszak jön, ott is helyt kell állni. Ha onnan tovább mentek szakmából ki az nagybetűs életbe, akkor pedig a mindennapokban kell helyt állni. És én úgy gondolom, hogy ehhez a helytálláshoz a Kabai iskola nevelőtestülete minden dolgozója nektek megadta az alapot. Ezekkel az alapokkal felvértezve engedünk el benneteket azért, hogy mindenki elérje a saját célját. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy mindenkinek legyen célja, de a cél kevés, legyen álmotok is. Senki ne adja fel az álmait, hiszen ha van álmod, van célod, akkor sikeres ember lehetsz az életben. Ezeket a tanácsokat, ha megfogadjátok, akkor én gondolom, sőt, biztos vagyok benne, hogy bátran búcsúztok az iskolától. Ahova persze bármikor visszajöhettek, akár látogatóba, akár majd, ahogy az előbb mondtam, talán még dolgozni is. Kedves szülők, önök voltak azok, akik ezelőtt 8 évvel megbíztak intézményünkben, megbíztak pedagógusainkban, és kezünkbe adták a legféltettebb kincseiket, a gyerekeiket. Mi megpróbáltuk kihozni belőlük a legjobbat, a legtöbbet, de ehhez az önök segítsége is kellett, hiszen egy biztos szülői háttérrel rendelkező gyermek biztosan komoly háttérrel tud indulni az úgynevezett nagybetűs életbe. Köszönjük önöknek,
hogy megbíztak bennünket és támogattak a 8 év során. A gyerekeikhez pedig boldogságot és sok sikert kívánok a jövőben. Én ezen gondolatokkal zárnám szavaimat, hiszen egy beszéd akkor jó, ha rövid és tömör és velős. Tudjátok, nem szoktam sokat beszélni, mindenkit ismer, hogy félszavakból, akár egy nézésből megértettük egymást. És legyen ez továbbra is így, ha találkozunk az utcán, az életben, köszönünk egymásnak, és viszontlátásra! Tisztelt ünneplő közönség, kedves tanulók, kedves ballagó diákok! Az iskola az egy különös bolygó. Az iskolában minden másképp van. Például az időszámítás. Az év itt szeptemberben kezdődik, és júniusban ér vége. Vagyis mindössze 10 hónap. Egy hét csupán 5 napból áll. A 10 perc sem 10 perc, hanem 15. Az iskolában a rossz dolgok mindig rövidebbek, mint a kinti világban, de a kellemesek kicsit hosszabbak. Iskola nélkül vakáció sem lenne. Békés Márta fogalmazta meg e sorokat az iskoláról. Ilyenkor a gyerekek már alig várják, hogy valóban kitörjön a nyári vakáció, amikor minden iskolai problémáról legalábbis rövid időre meg lehet, sőt, szerintem kötelező is megfeledkezni. A tanévzáró ünnepély egyik feladata az év rövid értékelése, legfontosabb eredményeinek összefoglalása, amire most is sor kerül. Az egyéni értékeléseket tartalmazó bizonyítványokat mindenki készhez kapja. Az osztályok munkájáról az osztályfőnökök röviden beszámolnak, most tehát általában az iskolai összeredményekről szeretnék képet adni. Intézményünk tanuló létszáma a 2023-24-es tanév végén 716 fő. Ebből az alsó tagozatos diákok száma 385, a felső tagozat pedig 331 fő. A magatartás, szorgalom és tanulmányi eredményekből kiderül, hogy tanulóink, pedagógusaink részéről is igényes, eredményes tanévet zártunk. Igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári figyelmeztetésre sajnos többször is sor került, de fontos megjegyezni, hogy a dicséretek száma többszöröse az elmarasztalásoknak. A tanulmányi eredmények is változatos képet mutatnak. A 716 tanulóból 695-en sikeresen teljesítették a tanévet, javítóvizsgára való felkészüléssel kell tölteni a nyár egy részét 9 diáknak, és sajnos 12 tanulót évfolyam ismétlése kellett utasítanunk. Vagyis tanulóink kevesebb, mint 3%-a nem teljesítette az előírt tantervi követelményeket. Az első diákok sem tétlenkedtek, közülük 35-en kiválóan teljesítették a tantárgyi követelményeket. Másodiktól 8. évfolyamig pedig 146 diákunk szerzett kitűnő bizonyítványt. Ez tanulóink több mint 25%-a, azaz minden negyedik tanulónk kiválóan teljesítette a követelményeket. Kitűnő tanulóink az osztályfőnöküktől jutalomkönyvet és oklevelet vehetnek át. Nevüket az iskola honlapján közzé tesszük. A jutalomkönyv mellett a korábbi évekhez hasonlóan bónuszajándékokat is kapnak. Ingyenes cirkuszlátogatásra jogosító kupont, melyet hétfőtől az iskola titkárságán vehetnek át. A jegyrendeléssel kapcsolatos regisztrációs lehetőség elérhető a Fővárosi Nagy Cirkusz honlapján, ahol a diákok és szüleik részletes információkat olvashatnak majd a kupon beváltásának menetéről. Tiszavasvári város önkormányzata is jutalmazza a kitűnőket. 10 000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak a szorgalmasan tanuló diákok. Az utalványokat a bizonyítvánnyal együtt az osztályfőnököktől vehetik át a gyerekek.
Tehát, ha iskolai szinten mérlegre tesszük a magatartási és tanulmányi eredményeket, elmondhatjuk, hogy sikeres évet zártunk. A mérleg nyelve mindenképpen pozitív irányba mutat. De az idei év nem csak a tanulás, hanem a sport területén is hatalmas sikereket hozott. Az atlétika megyei döntőn ismét iskolánk bizonyult a megye legeredményesebb iskolájának, hiszen három csapatunk is bejutott az országos döntőbe. A csapatverseny mellett egyéni versenyzőink is több megyei bajnoki címet szereztek. Az országos döntőn negyedik korcsoportos fiúcsapatunk a 11., a harmadik korcsoportos lánycsapatunk a 18., a második korcsoportos fiúcsapatunk a 21. helyen végzett. A tanév utolsó diákolimpiai versenyét a strandkézisek vívták. Az országos döntőn remek játékkal fiúcsapatunk a 7. helyen végzett. Köszönjük a testnevelő szakos kollégák lelkiismeretes felkészítő munkáját. Ballagó diákjaink közül többen hozzájárultak ezekhez a sikerekhez, öregbítve ezzel iskolánk hírnevét. 8 évnyi kitartó és eredményes sporttevékenységük elismeréseként serleget vehetnek át a következő tanulók Rontó Zsolttól, a Diáksport Egyesület elnökétől. 8. A osztályból Mezei Márk, 8. B osztályból Lakatos Szebasztián, 8. C osztályból Alacs Panna Valéria, Balázs Barnabás, Balogh Szabolcs Brandon, Komjáti Levente, Munkácsi Szabolcs, Szakácsi Márkó. És akkor következzen a sport területének kis meglepetés. Takács Mihály címzetes igazgató úrnak a Megyei Kézilabda Szövetség emlékplakettjét Rádói Zsolt igazgató úr adja át. Kedves ballagó gyerekek, ez a mai nap elsősorban a ti ünnepetek. Véget ért az itt töltött 8 évetek. Tanulmányaitok alatt sokszor kérték tőletek, tanáraitok, hogy meséljetek, mondjatok el egy történetet, írjatok egy fogalmazást. Gyakran nyűgnek, megoldandó feladatnak éreztétek ezt, most pedig észrevétlenül elkészült a közös történetünk regénye, amit az együtt töltött évek eseményei alkotnak. Megőrzik ezt a történetet a fényképek és a szívekben élő emlékek. Milyen dolgok szerepelnek ebben a történetben? Ahogyan a búcsú műsorotokon is elmondtátok, a közösen átélt programok, ünnepi műsorok, farsangi fellépések, kirándulások, gyermeknapok, táborok. Az iskolai élet első napjainak izgalma, az első találkozás a tanítónénivel, a tanítási órák, feleletek, felmérők izgalmai,
komoly kihívást jelentett számotokra a digitális oktatás bevezetése, és ebben a tanévben a felvételi és a továbbtanulás. Öröm volt veletek ezeket a történeteket átélni. Van, aki csak szerényen, önmaga előtt lévő akadályok legyőzésével, míg mások több területen is kiemelkedtek. Van, aki a tanulásban, van, aki a sportban, van, aki a különleges frizurájával, míg más a figyelmeztetők gyűjtésével. Közös történetet írtunk, ami csak a miénk. Megírtuk munkával, sok-sok küszködéssel, csalódással és szívbéli örömmel, ragyogó sikerekkel és nem egyszer humorral. Eközben átéltük, hogy együtt élni nem mindig könnyű, de érdemes. A történet közös, de mindannyian máshogy olvassuk. Máshogy éltük meg, amikor történt, máshogy olvassuk most, és máshogy fogjuk elmesélni néhány év múlva. Most úgy érzem, hogy ez alatt a 8 év alatt odaadtunk mindent, amit csak adhattunk. S ti befogadtatok mindent, amit be tudtatok fogadni. Lehetett volna többet? Csinálhattuk volna jobban, mi tanárok és ti diákok? Biztosan. Hibáztunk? Nem egyszer. Mégis most úgy gondolom, a többség jól dolgozott. Néhányan kiválóan, mindenki számára példamutatóan. De néhányan tehettetek volna többet is. Úgy hiszem, ezen már kár töprengenünk. A történet kész. Rövidesen véget ér. Új történetbe kezdünk bele, új szereplőkkel, új távlatokkal, új lehetőségekkel. A közös történetünk azonban megmarad. Eligazít az új történeteitekben, és komolyan hiszem, erőt fog adni a jövőhöz. Egy amerikai sportoló szavaival búcsúzom tőletek. Mindenki képes elérni célokat. Ne hagyjátok, hogy eltérítsenek, amikor szeretnétek valóra váltani egy álmot. Végül használjátok ki, hogy fiatalok vagytok. Akkor is ragaszkodjatok az álmaitokhoz és a céljaitokhoz, ha a megvalósításuk lehetetlennek látszik. Tisztelt jelenlévők! Nagy öröm számunkra, hogy végzős diákjaink közül többen is kitüntetésre érdemesnek bizonyultak. Kitűnő tanulmányi eredményük elismeréseként Rádói Zsolt igazgató úr könyvjutalmat ad át a következő tanulóknak. 8. A osztályból Mirkó Rebeka, 8. B osztályból Gál Emese, 8. C osztályból Alacs Panna Valéria és Rácz Réka Blanka. A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola érdemes tanulója kitüntető címet azok a diákok vehetik át, akik kitartó szorgalmukkal 8 éven át kimagasló tanulmányi eredményt értek el. A kitüntetésre felkérem Rádói Zsolt igazgató urat. Kérem a következő tanulókat fáradjanak ki a díjat átvenni. 8. B osztályból Gál Emese, és a 8. C osztályból Alacs Panna Valéria és Rácz Réka Blanka. Többen közületek kiemelkedő tanulmányi eredménnyel büszkélkedhettek 8 éven át,
a kitartó munka elismeréseként oklevelet és tárgyi jutalmat ad át Rádúj Zsolt igazgató úr a következő tanulóknak. 8. A osztályból Mirkó Rebeka, 8. C osztályból Csipkés Larina, Maros Panna, Munkácsi Szabolcs, Pente Boglárka Eszter, Reznek Lili, Soltész Máté, 8. D osztályból Erdélyi Enikő. Nagy örömünkre az idén is több sikeres nyelvvizsgával büszkélkedhetnek tanulóink. Erőfeszítések elismeréseként könyvjutalmat vehetnek át Törökné Balogh Zsófia munkaközösség vezetőtől és Rádúj Zsolt igazgató úrtól a következő tanulók. Sikeres szóbeli nyelvvizsgáért 8. C osztályból Dankó Dominik. Sikeres középfokú komplex nyelvvizsgáért a 7. C osztályból Borbé Zsombor, és ez valóban 7. C osztály. A 8. A osztályból gratulálunk Krenkó Vilmosnak, és a 8. C osztályból Munkácsi Szabolcs, Pente Boglárka Eszter, Reznek Lili, Soltész Máté és Szakácsi Márkó. Nem szétszak, számít belőle. Nem szétszak, számít belőle. Szerintem gyertek ide, mert befogás. Gratulálunk a gyerekeknek, és köszönjük a felkészítő munkát az idegen nyelvi munkaközösség minden tagjának. Végzős diákjaink közül többen nem csak tanulásban voltak eredményesek, hanem számos versenyeredménnyel is büszkélkedhetnek. A Kabai János Alapítvány Kabai János díjban részesíti azokat a tanulókat, akik több éven át különböző szintű versenyeken iskolánknak hírnevet szereztek, emellett közösségért végzett munkájuk is kimagasló, és magatartásuk is példaértékű diáktársaik előtt. Ebben a tanévben az alapítvány kuratóriuma az osztályfőnökök javaslata alapján két tanulót jutalmaz. A díjat Balázsi Csilla, az alapítvány kuratóriumának elnöke adja át a következő tanulóknak, Alacs Panna Valéria és Munkácsi Szabolcs 8. C osztályos diákoknak. Thank you.
Gratulálunk nektek! Örömmel jelentem be, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzat képviselőtestülete 2024-ben a Vasvári Pál gyermekdíjat példamutató magatartásáért, kitartó szorgalmáért, tanulmányi versenyeken elért eredményeiért, valamint az iskolai és városi rendezvényeken nyújtott kimagasló szerepléséért Mirkó Rebeka 8. A-osztályos tanulónak ítélte oda. A kitüntetés Szőke Zoltán polgármester úr adja át. Aktívan tevékenykedtetek az iskola és az osztály közösségetek alakításán, formálásán is. Könyvjutalommal ismerjük el ezen területen végzett lelkes munkátokat. A jutalmat Rádói Zsolt igazgató úr adja át a következő tanulóknak. 8. A-osztályból Balog Emil, Kovács Virág, Mezei Márk. 8. B-osztályból Burján Edina, Fehér Gréta, Szabó Zsanett. 8. C-osztályból Maros Panna, Pente Boglárka Eszter, Reznek Lili, Szakácsi Márkó. Többen nem csak osztály szinten, hanem iskolai szinten is segítettétek a rendezvények, programok sikeres lebonyolítását. Ezért Tótné Mészáros Mónika diákönkormányzatot segítő kolléganőnk elismerő oklevelet és jutalmat ad át a következő tanulóknak. Horváth Arabella és Mirkó Rebeka 8. A-osztályos tanulókat kérjük. A zene valamennyi ember lételeme. Zene nélkül nem érdemes élni. Diákjaink számára is meghatározó ez az érzés, akik több éven keresztül kitartó munkával részt vettek az Aranyhang kórus próbáin és fellépésein. A következő 8. osztályos tanulók kérem fáradjanak ki és vegyék át ajándékukat Karászi Ágnes igazgatóasszonytól és Rádújné Nagy Zsuzsanna tanárnőtől. 8. K-osztályból kérjük Horváth Amanda Bellát, Horváth Arabellát és Mirkó Rebekát. Köszönöm,
Kedves szülők, szeretném önöknek is megköszönni a közös munkát, a bizalmukat és azt a segítséget, amit ezen idő alatt önöktől kaptunk. Ugye milyen jó dolog itt lenni és büszkének lenni a saját gyermekünkre. Elhomályosodik a tekintetünk, könyvszökik a szemünkbe, ha csak rá gondolunk, hogy szinte már felnőtté vált az, akit nemrég még járni, beszélni tanítottunk, akit óvodába, majd az iskolába kísértünk. De legyen akárhány éves is, ő mindig a mi féltve érzött kincsünk lesz, és ez így van rendjén. A nevelőtestület és tanulóink nevében szeretném megköszönni önöknek segítőkészségüket, tanácsaikat. Kívánok önöknek az elkövetkező középiskolai évekhez kitartást, erőt, és kívánom, hogy a jövőben is sok-sok örömük legyen gyermekeikben. Szeretnénk külön is megköszönni a 8 évig tartó áldozatos, önzetlen segítséget azoknak a szülőknek, akik tervezgették, koordinálták a ballagó osztályok közösségi életét. Kirándulásokat, szabadidős programokat szerveztek. Kérem, fáradjanak ki és fogadják el a köszönet virágait Kerezsi Zitától, a szülői munkaközösség elnökétől. Következő szülőket kérjük: Köblös Katalin, Fekete Viktória, Lippai Lívia és Reznek Szilvia. A szülői munkaközösség vezetőségének több tagja is elbúcsúzik ma tőlünk. A Tiszavasvári Kabai János Általános Iskola nevében Rádúj Zsolt igazgató úr, a szülői munkaközösség nevében Kerezsi Zita elnökasszony köszöni meg a kitartó, önzetlen, áldozatos munkát a következő szülőknek. Kérem, fáradjanak ki! Kisszabó Erika, Maros Krasznai Tímea és Balázs Barnabásné Németh Gabriella. És megkérném Dudásné Bóda Erikát, hogy vegye át ő is az SMK elismerését a 8 éven át tartó kiváló munkájáért. Ez nekem is meglepetés volt, úgyhogy megpróbálok gyorsan visszarázódni. Tisztelt ünneplő közönség, kedves gyerekek, kollégák! Ez az ünnepség nem csak a ballagó diákok és szülők számára fontos, hanem a nyugdíjba vonuló kollégáink számára is, akik nem egy rövid történetet zárnak le, mint a ballagó diákok, hanem egy hosszú, 40 éves pályafutást. Mindannyian lelkiismeretesen és példaértékűen végezték munkájukat. Sok száz, még lehet azt is mondhatom, sok ezer gyermeket tanítottak meg írni, olvasni, számolni. Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektettek a nevelésre,
a tehetséggondozásra, a lemaradó tanulók felzárkóztatására. Kérem, fáradjanak ki, és vegyék át a köszönet és hála virágait Rádói Zsolt igazgató úrtól a következő kollégák. Balázsiné Húri Margit, Nagyné Nyilas Ildikó, Szabóné Veres Judit és Szűcsné Szakács Ildikó tanítónők. Köszönünk nektek mindent, és kívánunk hosszú, boldog, egészséges, nyugdíjas éveket. Kedves kollégák, a ti munkátok sorsokat alakít. Lehetőségetek van a diákok gondolkozását, viselkedését megváltoztatni, befolyásolni, képességeket kialakítani és megmutatni diákjainknak a helyes utat az életben. Visszagondolva a tanév eseményeire, itt a diákság előtt köszönöm meg az iskola minden egyes pedagógusának és dolgozójának az erőfeszítéseit, az elmúlt esztendőben kifejtett kitartó, lelkiismeretes munkáját. Kedves gyerekek, a sok munka után kezdődjön hát a vakáció. A nyári időszakra mindenkinek kellemes időtöltést, feltöltődést, jó pihenést kívánok. És jöjjön a várva várt utolsó mondat, amit ballagó diákjaink itt a Kabaiban utoljára hallanak, úgyhogy remélem fognak nekem segíteni. Ezennel a 2023-24-es tanévet lezárom. Kérem, énekeljük el közösen a szózatot.